Le témoin du changement de régime interrogé aujourd'hui est également un acteur de celui-ci, bien qu'il y ait été opposé. Et pour cause, Gyula Türmer était un des derniers fidèles du régime communiste, évoluant dans les hautes sphères du pouvoir à la fin des années 80 et cherchant à préserver le régime socialiste. Tenant de la ligne orthodoxe du Parti communiste, il nous offre un point de vue tout aussi enrichissant qu'opposé à celui de nos autres témoins. Gyula Türmer répond aux questions de Jan Kaspar à Budapest. Monsieur Türmer, merci d'avoir accepté cet entretien pour TV Liberté et merci de nous recevoir ici au siège du Parti des Travailleurs, parti que vous dirigez depuis près de 30 ans. Permettez-moi dans un premier temps de vous présenter très brièvement à notre public français. Après des études à Moscou dans la deuxième partie des années 70, vous avez entamé une carrière de diplomate, notamment dans cette même ville à Moscou, à l'ambassade hongroise. Puis, à partir de 1982, à Budapest, vous avez occupé diverses fonctions au sein du département des affaires étrangères du comité central du Parti socialiste ouvrier hongrois. Cette carrière au sein des plus hautes instances de la Hongrie socialiste vous a notamment mené à devenir le principal conseiller politique de Károly Gross à partir de mai 88, qui était alors devenu le secrétaire général du Parti socialiste ouvrier hongrois suite à János Kádár, suite à plus de 30 ans de règne de János Kádár. Vous êtes aussi, depuis une trentaine d'années, également connu pour défendre la même ligne politique depuis la fin du socialisme, une ligne très dure, et vous condamnez très fermement et continuellement le passage de la Hongrie dans le camp capitaliste. Tout cela fait de vous l'un des plus grands témoins et les plus précieux témoins de nos jours de la Hongrie socialiste, du régime Kádár et du changement de régime qui s'en est suivi. C'est votre qualité de témoin qui va servir de fil conducteur à cet entretien que nous allons mener dans votre langue en hongrois. Tisztelt elnök úr, tisztelt Türmer úr. Ha pontosak az információim, 89 februárjában találkozott utoljára Kádár Jánossal. Akkor úgy nézett ki a helyzet, hogy már nem ő volt hatalmon, hanem Grósz Károly és Németh Miklós fontos szerepeket töltek be. És ön volt Grósz Károly főtanácsadója. Tudna röviden beszélni erről a találkozóról? És esetleg, és ez még talán még fontosabb, egy picit elmondani a nézőknek, hogy milyen politikai kontextusban történt meg ez a találkozó? Hát vissza kell mennünk 30 esztendővel a mai naphoz képest. Mindez ugye az 1980-as évek végén történik. Ugye 1985 az a pillanat, amikor Kádár János, aki ugyan már egy idős politikus, de úgy érzi, hogy változásra van szükség. És keresi az utódját. Ugye nagyon nehéz utódot keresni egy olyan rendszerben, ami egy személyhez kötődik, és nem is sikerül neki sokáig megtalálni. Végül ugye úgy dönt, hogy a miniszterelnök Grósz Károly vegye át ezt a szerepet. És erre 1988-ban sor is kerül, egy pártértekezlet van, amelyen Kádár Jánost fölmentik, a párt elnökévé nevezik ki, és a párt főtitkárává pedig Grósz Károlyt választják meg. Ebben a helyzetben úgy tűnt, hogy egy kettős hatalom van, Kádár János az elnök, Grósz Károly a főtitkár, és tovább lehet vinni azokat az eszméket, amelyekhez Kádár János ragaszkodott. Kádár János nagyon világosan kifejezve a szocializmus híve volt. Ő egy korszerűbb szocializmust akart, egy kicsit más szocializmust, ahogy ő ezt csinálta is. Minden más, ami utána jött, az már kihátrálás volt a szocializmusból. És Kádár János valójában nem jelentett hatalmi tényezőt, már akkor a teljes hatalom a főtitkár, Grósz Károly, illetve a miniszterelnök Németh Miklós kezébe került. És innen tovább megkezdődik a kihátrálása a szocializmusnak nevezett rendszerből. Tehát ha a szocializmusban egy pártrendszer van, akkor gyorsan elfogadnak egy törvényt, ami lehetővé teszi pártok alapítását. Ha a szocializmusban tervgazdaság van, ahol a tervhivatal irányítja a folyamatokat, akkor gyorsan vezessük be azt, hogy vállalatokat lehet alapítani, és a
a kapitalista piac törvényei érvényesülnek. Ha eddig haragban voltunk Dél-Koreával, akkor most gyorsan ismerjük el Dél-Koreát, Izraelt, és indítsuk el a kapcsolatokat. Ha eddig csak szovjet repülőket vettünk, akkor innentől vegyünk amerikai repülőgép, függetlenül attól, hogy az mibe kerül, és annak milyen következményei vannak. Ha eddig a hadseregben a pártnak vezető szerepe volt, akkor hozzunk olyan döntést, hogy a hadsereg kivonul, a párt kivonul a hadseregből, és semmiféle politikai szerepet ezentúl nem vállal. Hát ezt nevezem én kivonulásnak a szocializmusból. Tulajdonképpen erre vállalkozott a Grósz Károly nevével fémjelzett vezetés. Talán személy szerint Grósz Károly nem, mint az utolsó emberek általában ő is azon közé tartozott, aki túl gyenge volt. Nem volt ereje szembeszállni, és az eseményekkel úszott. Nem volt egyedül ebben a szocialista világban. Kádár János, aki ekkor már beteg ember volt, érezte, hogy itt valami nem stimmel. És ezen a találkozón, amit ön is említett, egy este került sor, ő szeretett este bejönni az épületbe. Én ott ültem kint az MSZNP központjában. Én kint ültem Grósz Károly titkárságának, nézegettük az anyagokat, és megjelenik Kádár János. Ugye hát azért mégiscsak egy történelmi személyiség lépett be, és bár nagyon sokáig együtt dolgoztunk, azért ez mégis egy idős ember és egy fiatal munkatársnak a kapcsolata volt. Én jelentkeztem katonásan, szeret, hogy jelentkezem Kádár F-társ, és megkérdeztem, hogy el tudná nekem intézni, hogy Grósz F-társ fogadjon. Ez már annyira megható volt, hiszen ő egy olyan történelmi személyiség volt, akinek abszolút nincs szüksége kérésekre. Végül Perun természetesen Kádár F-társ bement, és elkezdtek beszélgetni, mire egyszer csak kiszól Grósz, hogy gyere be, mert Kádár F-társ szeretné, ha itt lennél te is. És láttam, hogy a Kádár meghatódott. Én többször, kétszer láttam őt életében sírni, ekkor volt másodszor, amikor elsírta magát, érezte, hogy vége annak a rendszernek, amire itt. És akkor ő azt mondta, hogy én el akartam menni beszélni a kínaiakkal, nézzék meg, azért Kínában szocializmus csinál. Ez másként van, mint ahogy ezt mi csináljuk, de azért beszéljenek velük, menjenek el és csináljanak valamit, ne hagyják. Vegyék kézbe a folyamatokat, mert egyébként itt baj lesz. Hát ez volt az a pillanat, ami egy ilyen emberileg az ő megjelenését lezárta, utána már nem sokkal később még súlyosabb lett az állapota is, mint tudjuk, 89-ben meg is halt. És akkor Kádár kérés ellenére a magyar vezetés nem a kínaiakkal vette fel a kapcsolatot, hanem inkább az amerikaiakkal. Egy 2009-ben megjelent kötetében azt írta, hogy a rendszerváltás központja, a még mai napig, tehát a szabadságtéren még mai napig lévő amerikai nagykövetség volt. Ezt el tudja mondani, hogy milyen szerepet játszottak az amerikaiak 89-ben? Ön említette Kínát, hogy Kína akkor a magyar politika számára egy felfedezés volt. Tehát tudni kell, hogy a 60-as évektől Magyarország rossz viszonyban volt Kínával. Éppen azért, mert a Szovjetunió is rossz viszonyban volt Kínával. Ezért a 70-es évek végéig senki nem utazott a magyar vezetők közül. De az élet, a gazdaság rákényszerítette Magyarországot is, hogy keresse a kapcsolatot. Ugye a legtöbb magyar vezető Kínát azt ilyen nagy piacnak tekintette, majd meggazdagodunk, kereskedünk, messzes gondunkat megoldjuk. Egyedül Kádár volt az, aki látta, hogy itt egy más politikai struktúra van. A szocializmusnak egy korszerű változatát lehet megcsinálni. De sajnos ez ugye lekerült a napirendről. Az amerikaiak szerepe. Nézzem, Magyarországon a szocializmus nem bukott volna meg, és ma is élne, és nagyon kellemesen éreznénk magunkat és az emberek is, hogyha a nyugati világ nem vállal ebben meghatározó szerepet. Ugye persze voltak ebben az országban is olyanok, akiknek kevés volt az, amit kaphattak a szocializmustól. Mert lehettek százezreik, esetleg egy-két millió, de nem lehettek milliárdosok. Most ugye milliárdos szeretne lenni,
az meg akarja azt a rendszert változtatni, ami akadályozza az ő gazdagodását. Tehát voltak sokan ilyenek. Voltak sokan ilyenek, akik eleve liberálisan gondolkodtak, és úgy gondolták, hogy ez a szocialista modell, ez nem jó, ez nem felel meg már a mai kornak, ezért próbálkozzunk azzal, ami nyugaton már sikeres volt, és jó. És akkor elkezdtünk arról beszélni, hogy az európai házlakosai vagyunk, meg európai együttműködés van. Itt senki nem beszélt arról, hogy kapitalizmus lesz szocializmus helyett. Itt mindenki azt mondta, hogy Európába tartunk, piacgazdaság lesz, vállalkozni lehet, demokrácia lesz, szabadság lesz, minden egyéb lesz. És az emberek tudja, ezt ugye elhitték. Ugye, aki korábban nem utazhatott minden évben Ausztriába vagy Németországba, most örült ennek, mint kutya a farkának, hogy mehetek és meglátogathatom a rokonokat. Tehát ez volt az általános helyzet. Most itt ma már 30 évvel az események után persze mindenki azt mondja magáról, hogy ő csinálta a rendszerváltást. Valójában ez nem így volt. Volt ellenzék, volt egy értelmiségi kör, ennek volt egy konzervatívabb része, meg volt egy liberális része. Az egyikből lett a Antal József vezette MDF, a másikból pedig a Szabaddemokratáknak a szövetsége, és egy darabig ebbe volt a Fidesz is. De ezek utálták egymást, mint a kutya a macskát. Ezek az életben nem álltak volna egymásra szóba, hogyha valaki nem hozza őket össze. Hát ez volt Mark Palmer, az Egyesült Államok magyarországi nagykövete. Mark Palmernek, ha jól tudom, azt mondta, hogy ő soha nem fog átállni a másik oldalra, egyszer találkozott vele, és erről volt szó. Hát nézze, ugye akkor én egy olyan helyzetben voltam, hogy lett volna mit eladni. Ugye olyan információkat, amelyek még az amerikaiaknak is szükségesek lettek volna, és meg kell mondani, voltak nagyon finom kísérletek arra, hogy az, hogy beszervezni talán túlzás, de hogy legyek a segítségükre, és lehet, hogy ma gazdag ember lennék, vagy valahol Amerikában, vagy lelőttek volna már azóta, hát ez is egy esély persze. Lényeg az, hogy nem. Maga Mark Palmer ezt persze soha nem betette fel, de munkatársi köréből ilyen jelzés érkezett, én erre határozottan nemet mondtam. Nem lett volna ez sem helyes, neveltetésem se ilyen volt, tehát nem mentünk ebbe az irányba. Most Mark Palmer játszott még egy szerepet, ugye összehozta az akkori hatalmat, az akkori MSZMP-t, a kormányt az ellenzékkel. Ugye Posgai első alkalommal ugye az ellenzékkel ott találkozik, ahol az amerikaiak közvetítenek, ahol van egy közös asztal. Ugye Németh Miklós akkori miniszterelnöke Mark Palmer rendszeresen teniszezett. És a teniszmeccs közben ugye megbeszélték, hogy mégis... Grossz Károly is kiment Washingtonba, nem? Április 82. Grosszt meghívták Washingtonba, én akkor már a tanácsadója voltam, és két kézzel elleneztem, hogy ne menjen. Mindig azt mondtam neki, hogy ha egy magyar miniszterelnök, akkor még miniszterelnök is volt, nem mehet be a főkapun, akkor a mellékajtón ne menjen be. De tulajdonképpen a mellékajtón fogadták őt, és ugye egy ilyen nagy országú csutazást szerveztek neki, rokonokhoz, nagynénihez, mi egyébhez. Nem volt ennek értelme. Ráadásul belekényszerítették olyan dolgok kimondásába, amit ő se gondolt komolyan, amikor megkérdezték, hogy mi a szocializmus, hát nem baj, ha kevesebb az állami tulajdon, meg ha nincs pártvezető szerep, és egyébeket mondott, ezzel itthon teljes mértékben rontotta a pozícióját. Tehát az amerikai követség volt az, amely közvetített a különböző tényezők között. Na de azonban nem igazán mondható, hogy csak néhány hónappal a rendszerváltás előtt kezdődött volna a magyar-amerikai kapcsolatok elmélyítése, hiszen 82-ben Magyarország csatlakozott az IMF-hez. És egyébként úgy a kádárizmus sokan úgy értékelik, hogy megértve 56 tanulságait, Kádár János már egészen a 60-as évek közepétől piacosító reformokat hajt végre. Gondoljunk csak a Fehér Lajos által létrehozott új gazdasági mechanizmusra, azt hiszem 68-ban vezették be. Tehát a kérdésem a következő. Nem gondolja, hogy 89 mégsem a legfontosabb dátum, ha rendszerváltásról beszélünk? Nem inkább úgy látja, hogy 89 csak egy hivatalos dátum, fontos, hivatalos dátum,
és hogy a sorsdöntő nyugat felé tett lépések már jóval 89 előtt történtek. Ez a szocializmus itt Kelet-Európában szegény országokba született meg. Ez nem Franciaország volt, nem Németország, nem Anglia. Nem az történt, amiről Marx álmodott, hogy majd a legfejlettebb tőkés országba győz a szocializmus. Itt a szegénységben, nyomorban. A második világháború által szétzúzott és megcsonkított országokba ment ez végbe. Most persze megpróbáltak ilyen nagyon gyorsan adni az embereknek jobb életet, és sok mindenben sikerült, és sok mindenben meg nem. És akkor merült fel a gondolat, hogy hát azért végül is a szocializmus célja az, hogy az emberek jobban éljenek, hát ha a nyugat ad kölcsönöket, akkor kérjünk a nyugattól kölcsönöket. És akkor indult el a gondolkodás, hogy Nemzetközi Valuta Alaptól, Világbanktól, innen-onnan Magyarország is vegyen fel kölcsönöket. Most ezt nem itták el, nem lopták el, nem ették föl, ez itt van ma Magyarországon, ott van a lakótelepekben, ott van mindazokban az építményekben, ami akkor készült. Tehát ez a vagyon, ez úgymond megvolt. De ezt vissza kellett fizetni. Most a visszafizetésnél persze mindjárt a nyugati bankok elkezdték ugye, a srófot csavarni, és azt mondták, hogy hát, ha nem tud fizetni, akkor tegyen szociális engedményeket, mondjuk csökkentse a nyugdíj feltételeket, emelje a nyugdíjkorhatárt. Ez már a rendszerváltás után, ugye? Ez még a rendszerváltás előtt felvetették. Most ebben ugye kétféle választ lehetett adni, vagy az, hogy azt mondja, nem, vagy az, hogy igen, elfogadom és elindulok az engedmények az útján. Kádár Jánosnak egy, vagy legalábbis két hibája volt, ő nem volt gazdasági szakember, ő nem látta át ezeket a következményeket. A másik hiba, hogy hit a liberális közgazdászoknak, akik körbevették. És elhitették vele, hogy ugyan Kádár Jánosot, nem baj, fölvesszük a hitele, majd visszafizetjük, semmi gond. Elindultunk azon az úton, ami már nem volt megállás, és ezt Kádár se tudta megállítani. Tehát ő a szocializmus javítása érdekében akart átvenni piacgazdasági módszereket. Úgy, hogy ezt valamikor a 20-as években Lenin csinálta, vagy ahogy nagyban ma Kínába teszik, ahol ténylegesen a piacgazdaság módszereit alkalmazzák, miközben azért van egy népköztársaság nevezett állam. 89 már azt jelentette, hogy a modellváltást, amiről itt sokan már kevésnek tartották, hanem az egész rendszert akarták leváltani. Hát nem csak javítgatni a szocializmus, hanem azt kidobni, és helyette egy másikat. Tehát olyan, mint hogyha itt van ez a számítógép, csak más szoftvert akarok beletenni. Hát ugye a szocializmus szoftvere az a tervgazdaság volt, a kapitalizmus szoftvere pedig a piacgazdaság. Ezt cserélték ki. Na, akkor most veszünk egy picit a rendszerváltásról. Magyarországon a rendszerváltás nem egy népfelkelésre vagy lázadásra alapuló folyamat. Forradalomról nem nagyon lehet beszélni, ellenforradalomról talán, azt majd elmondja. Ez egy tárgyalásos folyamat volt. De a lakosságnak voltak azért elvárásai. Említette Bécset vagy Ausztriát, neki kiutazott Bécsbe, stb. Nyugati életszínvonalra vágytak az emberek, az, hogy tévedés volt, vagy nem, az a dolog. Én úgy tudom, hogy ez volt a lakosságban akkor. Ez azóta sem következett be, sőt, ami a 90-es években történt, az inkább egy hatalmas visszaesés volt, ami az életszínvonalat illeti. Tehát gondolj csak bele, hogy 96-ban, ha jól tudom, ami az egyfőre jutó jövedelmet illeti, Magyarország visszaesett a 66-os állapotok szintjére. A 90-es években a rendszerváltás követően másfél millió munkahelyet veszítette ez az ország. Mi történt? Az emberek félreértették a rendszerváltás lényegét, vagy pedig, és ez még talán érdekesebb, és azok lesznek a következő kérdések, hogy a rendszerváltók félrevezették volna az embereket. Mi történt?
Hát nézem, ugye 1917-ben Oroszországba győztek a munkások és parasztok, 1945-48 után Magyarországon és itt Kelet-Európában. Ezt ha a nyugati világ szemével nézzük, azt jelentette, hogy a világnak egy jelentős részét elveszítették. Piacokat veszítettek el, forrásokat vesztettek el. Nyilvánvaló, hogy a nyugati világ, Amerika, Németország, Franciaország, ezeket igyekezett előbb vagy utóbb visszakapni. Megpróbálták, ugye, 50-es években erőszakkal, utána nem ment. Most persze a szegényebb országban mindig az emberek a jobbra vágynak, ez egy természetes dolog, mindenki úgy szeretne élni, hogy az osztrákok élnek. De ez így volt 56-ban is, 89-ben és máskor is. És vannak természetesen az emberekben megmozdulások, hogy szóvá teszik a hibákat, a gondokat, kimennek az utcára, tiltakoznak. Most ezeket ki lehet használni. Ugye 56-ban föllázították kívülről az embereket, hogy a jogos panaszaitokat azt vigyétek az utcára, de ott ne álljatok meg, hanem döntsétek meg a rendszert. Most 56 véres összetűzésekhez vezetett. Barikádok voltak az utcán. És ugye gyakran letagadják, hogy 57. május 1-én itt több mint 700 000 ember volt a Hősök terén, akik már a szocializmus mellett tették le a hitet. Tehát itt azért nem olyan egyszerű volt ez a forradalomnak és szabadságharcnak nevezett dolog. Nagy Imréről soha nem beszélt Kádár János. Azt írta, hogy erről soha nem lehetett beszélni vele. Romániáról is. Igen, is nem beszélt. Hát nyilván ez egy nagyon számára emberileg is nehéz téma volt. Én azt gondolom, hogy Nagy Imre teljesen fölöslegesen vállalt mártíromságot, hiszen ő, mint miniszter, pontosan tudhatta, hogy ha az amerikaiak nem jönnek be, akkor a jóisten se tudja a szovjetek bejövetelét megakadályozni. Amerikaiak ígérgették, azt nem jöttek. Hiába álltak ott a Németországban az amerikai csapatok, nem jöttek. Ezt Nagy Imre tudta. És ha Nagy Imre tudja, akkor az ország előtti felelősség tudatába szerintem vissza kellett volna lépnie, és azt mondani, hogy gyerekek, aki csinálja, tudja csinálni, azt csinálja. De nem ezt csinálta, hanem elmenekült, miniszterelnöknek vallotta magát, és hát eljátszotta a mártíromságot. Most ebbe Kádár nyilván az ő tudtával történt, és ezt nehezen tudta elviselni. Visszatérve a kérdésre, Amerika és a nyugati világ tanult 56-ból, ezért nem engedték meg, hogy 89-90-ben itt barikádok legyenek. Elaltatták az embereket. Ez olyan, mint egy nagy operációt akar valaki végrehajtani, akkor először egy kis kámforral elbutítják az embert, aztán kap egy kis altató injekciót, még az ápolónő is énekel neki, a végén pedig kiveszik a vesélyét és eladják. Hát nagyjából ez történt Magyarországon is. Az embereknek ezt nem mondták meg. Tehát úgy mentünk el szavazni 90 tavaszán, hogy azt hittük, hogy na majd holnap lesz egy új rendszer, ami hozza magával azt, ami jó volt a szocializmusban, és még hozzátesszük azt, ami jó a kapitalizmus. Mindig lesz banán, mindig mehetünk Bécsbe, lesz Nescafé, amit akar, új kocsim lesz, stb. Na most persze nem ez következett be. Most ez az altatás, ez azóta is folyik, mert amikor látják, hogy a nép kezd ébredezni egy kicsit, akkor adnak egy újabb altatót. 94-ben, amikor az Antal kormány megbukott, mert egyszerűen nem lehetett tovább csinálni, akkor előszedték Horn Gyulát, aki rákacsintott a nép, és azt mondta, hogy hát azért valamit visszahozok nektek a Kádár rendszerbe. Cserébe eladta az országot, még azt is, amit a legtöbbet, Bokros Lassal. Ő privatizált a legtöbbet. Villamos áram ellátást, a termelést, a stratégiai ágazatokat, minden. Tehát ez az emberek valóságos tudta nélkül, manipulálósukkal, és ezzel elérték azt, hogy itt nem voltak frontvonalak, nem volt barikád, nem volt véres küzdelem. De azért mégis a rendszerváltó partok nem a semmiből jöttek elő, sőt, van, aki úgy gondolja, hogy szinte az összes rendszerváltás utáni politikai tendencia már a 80-as évek elején érhezhető volt az MSZMP-n belül. Kádár Jánosnak mi volt az álláspontja a kérdésben, hiszen ő akkoriban az uralma utolsó szakaszában a nemzeti kommunizmust hirdette.
Igen. Ez ugye egy párt, egy 10 milliós országban, hogyha egy pártnak van 870 ezer tagja, az azt jelenti, hogy ebben már úgy nagyjából mindenki benne van. Hát ennyi kommunista a környéken nincsen, nemhogy ebben a kicsi Magyarországban. Tehát nagyon sokféle tendenciát beolvasztotta a szociáldemokráciát, akikkel a háború után ugye összejöttek, és Nyers Rezső volt az első, aki 88 márciusában azt mondta, hogy hát akkor káderetes, köszönjük szépen, mi megyünk, létrehozzuk az új márciusi frontot. Aztán jöttek a nacionalisták, Posgai, az Szűrös, meg az összes, jöttek a pragmatisták, Németh Miklós, tehát ez a nagy csapat, és jött persze ez a liberális értelmiségi rész, amely ugye kezdettől fogva megpróbálta nyugat felé vinni. Egy Kádár hibája az, hogy ezeket nem vette időbe észre, vagy ha észrevette, akkor meg nem tudott ellenük tenni. Maguk a pártok valóban már formálódtak, hiszen Demszky Gáborról már akkoriban is tudtunk, amikor nem volt, és nagyjából ugyanazt a taktikát követték akkor is, amit most a Fidesz kormánya szembe követnek. Ugye oda tartották az arcukat, hogy üsse már meg a hatalom, és kapjanak egy pofont. Én magam láttam, amikor Demszky Gábor 89. március 15-én kiment az utcára, és addig lögdöste a rendőrt még, az lekevert neki egy pofont. Ezt a világban mindenütt megtennék, csak ott mindjárt a Szabad Európa, meg a BBC fotózta, és 5 perc múlva Bécsen keresztül a világ tudta, hogy verik az ellenzéket. Szóval ez akkoriban így ment, és hát nézze, minden tiszteletem Magyarország mai miniszterelnökének, de azért tudni kell, hogy ha Soros Györgyöt nem fedezi föl, és nem viszi ki, és nem tanítják erre-arra, akkor alig, ha lett volna ebből a kis egyetem is. Mikor hallott először Soros Györgyről? 80-as évek elején? Hát Soros Györgyről ugye több minőségben hallottam. Hallottam már a 80-as évben, amikor ő elkezdett itt aktivizálódni. Ugye jelentkeztek ők Magyarországon is, hogy kulturális tevékenységbe bekapcsolódnak, hát az akkori rendszer, amíg Kádár élt, erről szó sem lehetett. Akkor ugye szovjet kapcsolatainkon keresztül is, én nagykövetségen dolgoztam, mint mondta, tudtuk, hogy Sorosék, az Amerikai Egyesült Államok ezenből a CIA rendszerváltó céljait hivatottak segíteni, tehát ellenségnek tekintettük. De nem tekintette ellenségnek a liberális magyar oldal, és abban a pillanatban, amikor Kádár ment, akkor meg Soros jött, és hozta magában, hogy megvásárolták a magyar értelmiséget. 5 perc alatt mindenkit kivittek, és a legszomorúbb az volt, hogy tényleg olyan emberek, akik itt nőttek fel, akik a diplomáikat itt szerezték. Magyar Bálintról sokat beszél a könyvében. Tudna egy picit róla beszélni? Hát Magyar János, mert eredeti neve Magyar János volt, mi még a Fazekas Mihály gimnáziumban ezen a néven ismertük őt, egy nagyon okos, tehetséges fiú volt, egy osztályba jártunk a gimnáziumba. Az ő fejlődése nagyon érdekes, ez így Magyarországra is jellemző. Amikor a 66, 67, 68-ban elindult a kulturális forradalom Kínában, akkor ő volt az első, aki ment a kínai követséghez, hogy a piros könyvecskét megkapja. Aztán a nagy maoistából előbb nacionalista lett, nagyon sokáig jártak Erdélybe, és hozták ugye ezeket a nemzeti érzéseket, aztán hirtelennyében meg a szabad madarak híve lett, és Demszkijékkel, meg Kis Jánosékkal, meg ezekkel járt. Kormányban volt oktatási miniszter. És oktatási miniszteri tárcát kapott. Hát nézze, ezek is a mi kis közép-európai történet. Ezt a francia nézők szerintem jól fogják megérteni, hogy lehet valaki 68 környékén maoista, aztán talán egy kis nemzetérzés szakasza is utána teljesen liberális, és szerintem Magyar Bálint vagy Magyar János ezt jól mutatja, ezt az életutat, akár egy francia nézőnek is érthető. Ez így van. Na, akkor beszéltünk a Horn kormányról, tehát akkor térünk egy picit az ön pártrendszerrel való tapasztalatára, tehát 89 után. A 89-es MSZP megalakulását, vagy nem tudom, hogy kéne ezt kifejezni, sokszor árulásnak és csalásnak nevezte. 89 óta az MSZP többszörösen kormányzott egy, amit említettünk, egy
súlyosan liberális párttal, a SDS-szel, ők privatizáltak a legtöbbet, ez tény. Az is tény, hogy az SDS azóta eltűnt a közéletből, de vannak utódjai, főleg a pesti, vagy liberális, nyugat felé néző, vagy globális beállítottságú értelmiség. Igaz, hogy új formákban, de ez az MSZP, SDS féle tengely, az még él ma Magyarországon a politikai palettán. De már lassan 10 éve nem ők dominálják a magyar politikát, hanem Orbán Viktor. Ön szerintem az első politikus Magyarországon, aki megértette, hogy a rendszerváltásnak lesznek és vannak áldozatai. Sokan úgy látják, hogy egy picit később Orbán Viktor is megértette ezt. Hiszen úgy tűnik, hogy ő politikát csinál a rendszerváltás súlyos hibáiból. Talán emiatt van neki a legnagyobb szavazótábora. És egyébként Orbán 2010-ben egy második rendszerváltást hirdetett, amely szerinte kijavítana az elsőnek a hibáit. Erről mi a véleménye? Nézem, a rendszerváltás az két szó, ugye az azt jelenti, hogy létezik valamilyen rendszer, 89 előtt a szocializmus, aminek az a lényeg volt, hogy nem a pénz volt a döntő, hanem végül is a társadalom érdekei döntöttek. Most ehelyett hoznak egy másikat, aminek ugye mozgató rúgója a tőke és a profit utáni küzdelem. Ez rendszerváltás. Most, akik ma rendszerváltásról beszélnek, azt nem akarják visszacsinálni, erről szó sincs. Hiszen akkor a szocializmusba mennénk vissza, szerintem itt rajtam kívül senki nem akar a szocializmusba visszamenni. Itt másról van szó. Ugye 89-ben ahhoz, hogy békés legyen a rendszerváltás, ugye engedményeket kellett tenni. Az egyik engedmény az, hogy az MSZP-t nem végezték ki, nem akasztották fel Kádár Jánost, Horn Gyulát nem csukták le, hanem pártelnök lehetett, miniszterelnök. Ben a parlamentben. Átmentették magukat az új rendszerbe. A retusálásnak nevezik. Igen, és bekerülhettek még a parlamentbe is, hiszen 9,% ott voltak a parlamentben. Tehát átmentették magukat. Most ezek nagyon ügyes fiúk voltak, ugye Lász Gyurcsányt, aki kistitkárként kezdte a szocializmusban, és ezt a pillanatot kihasználva, amikor már kapitalista viszonyok voltak, már új törvények voltak, de még nem igazán találta föl magát senki, hát a helyzetet kihasználva gyorsan milliókra és milliárdokra tettek szert. Tehát az MSZP ezt a fajta helyzetet, hogy ő átmentette önmagát az új rendszerbe, a tőkés viszonyok között, fölhasználta arra, hogy nagy tőkékre és nagy pénzekre tegyen szert. Tehát aki ma rendszerváltásról beszél, az igazából azt mondja, hogy hát akkor vegyük el ezektől az emberektől azt a vagyon, kérdezzük meg a Gyurcsányt, hogy honnan a fenéből vannak neki milliárdjai, és ha megtehetjük, akkor vegyük el. Én azt gondolom, hogy ezt nem lehet jogi eszközökkel visszacsinálni, nem lehet. Forradalom meg most egyelőre nincs kilátásban. Ugye Orbán Viktor azt ismerte föl, hogy Magyarország azért, hogy egy biztonságos kapitalista úton elindulhasson, nagyon nagy árat fizetett. Hiszen odaadtuk a magyar mezőgazdaságot az Európai Uniónak. Ma, ha bemegy egy magyar boltba, azt látja, hogy német tej van, meg külföldi áruk vannak, meg mi egyéb. És magyar... rosszabbak, mint a nyugati termékek. És a magyar mezőgazdaság nőszerzés. Most, amikor ugye a keleti világ, Kína ugye egyre több élelmiszert akarna, és tömértek élelmiszert tudnánk oda szállítani, mégse tudunk, mert ugye ezeket a kapacitásokat akkor elvették. Tehát odaadtuk a piacunkat, odaadtuk a bankrendszerünket, odaadtuk a gyárakat, sok minden más. Most Orbán ezt ismerte fel, hogy ez nem jó, hát ami lehet, azt próbáljuk visszavenni, hát ez a magyar kapitalizmusé. És ugye elég erősnek érezték magukat, hogy ezt meg is tegyék. Így került sor arra, hogy állami tulajdonba vettek ugye bizonyos gyárakat, hogy kivásároltak ugye korábban külföldieknek eladott cégeket, és így került sor arra is, hogy azt mondta a külföldi bankoknak,
biztosítóvállalaton, hogy gyerekek, extra profitot szereztetek itt az elmúlt három évtizedben, most megadóztatunk benneteket, és ebből az adóból adunk az embereknek. Na nem jó szántából, hanem azért, hogy befogják a szájukat, ne menjenek az utcára, ne tüntessenek, és ne akarjanak valóban rendszerváltást. Az Orbánék ezzel az államkapitalista módszerrel, mert ezt igazából így lehet nevezni, elérték azt, hogy Magyarországon a kapitalizmus egy stabil helyzetbe került. Most ugye a pártok annak idején, 89-ben itt igazából ugye két nagy csoport indított el a rendszerváltást. Mindig volt egy liberális, meg mindig volt egy konzervatív rész. A konzervatívok része volt a Magyar Demokrata Fórum, ők adták az első miniszterelnököt, Antal Józsefet. A liberális oldalon volt a Szabad Demokraták Szövetség, és akkor még a Fidesz is azon az oldalon volt. A konzervatívokhoz még oda tartoztak a kereszténydemokraták, meg a kisgazdák. És a szocialisták azok nem tartoztak se ide, se oda, ők voltak a harmadik rész. Csak hogy 94-ben megbukott az Antal kormány. Látszott, hogy ha itt így mennek a dolgok tovább, akkor itt visszacsinálják a rendszerváltást, és akkor még vissza lehetett volna. Ezért elővették Horn Gyulát, és az MSZP-t már nem csak megtűrték a parlamentben, meg a hatalomban, hanem engedték kormányozni. Ezért viszont ők kifizették azt az árat, amit azóta is ugye fizetnek, összeálltak a liberálisokkal. Bokros csomag, ugye? Igen, létrejött egy szimbiózis az SZDSZ és az MSZP között, és a szimbiózis azt jelenti, hogy valaki rátelepszik a testre, és kiszívja az energiáit. Az SZDSZ mindig kisebb volt, mint az MSZP, és ugye ez a rátelepedő liberális test ugye az MSZP-ből fokozatosan kiszívta azt, amit még baloldaliságnak lehetett nevezni. Így alakult ki mára egy, ugye, egy konzervatív, meg egy liberális tábor. És ugyanaz történt 2000-ben az SZDSZ-el, meg az MSZP-vel. Igen, hát azzal a különbség, hogy a konzervatív tábora az egységes lett, ott ugye a Fidesz lenyelte az összes partnerét, az MSZP is lenyelte az összes baloldali liberális szervezetet rajtunk kívül természetesen, csak hogy ott elkezd, ahogy a bajok jöttek, ahogy az MSZP kormánya, Medgyessyék, Gyurcsányék nem tudták a elvárt feladatokat teljesíteni, akkor kezdtek ugye bomladozni. És ugye az elmúlt évtizedben így jönnek létre azok a pártok, amelyek a liberálisoknak valamilyen árnyalatát képezik. Ugye vagy egy nemzedéki árnyalat, mint a Momentum, vagy egy környezetvédelmi árnyalat, mint a zöldek, az LMP, tehát ugyanaz a kör, csak ugye most nagy valószínűséggel arra felé mennek a dolgok, hogy valaki majd összezavarja őket egy táborba, és akkor kitűznek valamilyen zászlót. És lenne még, mit gondolt, vagy mit érzett, hogy reagált Orbán Viktor beszédére 89-ben, akkor ezt látta? Hát ez a 89-ben, amikor ez a beszéd elhangzott, én az akkori MSZNP főtitkára mellett dolgoztam, és Orbán Viktor szándéka nyilvánvaló a szocializmus megdöntése volt. Azt a szocializmust akarta megdönteni, amiben én fölnőttem, amit az apám épített, és amiben én is hittem, hogy ez egy jó társadalom. Tehát természetesen nem támogattam az ő gondolatait. Az egy más kérdés, hogy 20 évvel később, amikor ugye ő elindít egy más politikai utat Magyarországon, és elkezd józanabbul gondolkodni, mint a liberális elődjei, akkor azt mondtuk, hogy hát nézd, ez, itt van valami racionalitás ennek a politikának, amit tesz. Mi nem fogunk vele menni, de ha valami jót csinál a népek és az embereknek, azt érdemes támogatni. De a 89-es Orbán Viktor számunkra elfogadhatatlan volt, míg egy 2010 utáni Orbán Viktor számos kérdését már mi is tudjuk támogatni. Melyiket pontosan? Hát nézzem, ha ad az embereknek, mondjuk felemeli a béreket, ha csökkenti a lakásfenntartás költségét, akkor azt mondjuk, hogy ez jó, hát ki ne örülne ennek. Az más kérdés, hogy hozzátesszük, hogy azért ez nem annyi, mint amennyit kellene adni. Ha mi lennénk, mi többet adnánk.
Támogatjuk számos külpolitikai téren. Tehát mi azt, hogy Oroszországgal, Magyarországnak jó viszonya legyen, az alapkérdésnek tartjuk. Történelmből tudjuk, hogy ha mi háborúzunk Oroszországgal, akkor abból mindig mi húzzuk a rövidebbet. Az nem jó, abba belebukunk, meghalunk. Ha idegen érdekekért megyünk hadba, ennek megint csak rosszak lesznek a következményei. Támogatjuk a keleti nyitás politikát. Igen, Kínával, Vietnámmal, Laosszal kapcsolatban kell lenni. És nem csak támogatjuk, hanem bizonyos értelemben mi vagyunk az úttörők. Ugye a Magyar Köztársaság elnöke most volt Laoszban. Én körülbelül 6 év vagy 7 évvel ezelőtt először jártam ott, amikor még magyar ember nem volt. Reméljük, hogy most ez Észak-Koreába is bekövetkezik, mert én már jártam Észak-Koreába, de még egyetlen magyar politikus be nem tette a lábát. Igen, vagy most... Tavaly jártam legutóbb, igen. És abból a szempontból, hogy Orbán keletre nyit, és akkoriban Kádár nyugatra nyitott egy picit. Abban a szempontból hasonlóak a külpolitikájuk a Kádár és Orbán között? Hát nézem, a... Magyarország itt van Európa közepén. Ugye a 1000 éves történelme során mindig két nagy valaki vette őt körül. Vagy ugye Bizánc és a Német Birodalom, vagy Oroszország és a Német Birodalom, vagy a Szovjetunió és a NATO. Hát a kettő között kellett Magyarországnak fenntartani helyét. Ma ugye a EU és a NATO, a másik oldalon meg Oroszország és szövetségesei állnak. Ugye én azt gondolom, az egyetlen okos magyar politika az, hogyha valamelyik oldalhoz odaállunk, mert úgy gondoljuk, hogy az a helyes, de a másik oldal felé is vannak nyitott vegyértékeink, és építünk hidakat. Ezt tette Andrássy Gyula a 19. században, ezt tette még Bethlen Gábor a középkorban, ezt tette Kádár is, és sajátos módon ezt teszi az Orbán kormány is. És ugye azt említettem, hogy... Kádárral, legalábbis Kádár nem nagyon beszélt, vagy nem állt módba Romániáról beszélni. Ahogy tudjuk, a 89-es romániai események egészen másak voltak, mint az akkori magyar események. Tehát lenne két kérdésem. Az egyik az, hogy hát ugye diplomata volt, sokat utazott ebben a térségben, a Szovjetunióban, gondolom nyugatra is akkor a 80-as években. Mennyiben különleges volt Magyarország, ha összehasonlítjuk ezt az országot, mondjuk Lengyelországgal, Romániával, ugye, hiszen a európai legvidám barakkját neveztük Magyarországot, az lenne az első kérdésem. A másik az, hogy ami épp folyik a román szomszédjainknál, annak talán még jobban köszönhető a rendszerváltásnak, hogy mi a véleménye ezekben, és miért nem akart Kádár Romániáról beszélni? Hát ez sok kérdés egyszerre. Miben különbözött Magyarország? Ugye nálunk a rendszerváltás végbe ment tulajdonképpen egy 2-3 éves húzavonával, tárgyalásokkal, egyezkedésekkel, amire aztán 90-ben egy választás rátette a pecsétet, és hétfőtől kezdve Magyarországon kapitalizmus volt. Kicsit hasonlóan ment végbe a cseheknél is, ahol ugye mindig bársonyosak a dolgok. A lengyeleknél is gyorsan ment végbe, de azért, mert nekik volt egyszer egy Jaruzelszky-féle kísérletük, ők egyszer már megpróbálták a szocializmus megvédeni, csak akkor nem sikerült. Most azokban az országokban, ahol a szocializmus másként jött létre, mint nálunk, ahol nem szovjet tankok hozták be, hanem többé-kevésbé maguk vívták ki, ott nem így történt. Ugye Jugoszlávia. Jugoszlávia miért kellett előbb földarabolni ezt az országot, utána véres háborút folytatni, Milosevicet Hágába vinni, és így tovább, és így. Azért, mert ez az ország maga vívta ki annak idején a függetlenségét. A németekkel szemben küzdött. És náluk a szocializmus és a szabadság, a függetlenség összekötődött. A jugoszláv szocializmus más volt, ott nem állami tulajdon volt, hanem közösségi tulajdon volt. Tehát nagyon sok minden más volt, és ezért nem lehetett olyan gyorsan leverni ezt a társadalmi rendet. A románoknál megint más volt, mert ugye Ceausescut lehet utólag utálni, és nyilván akkor sem sokan szerették,
De ő azért tud, ő megértette azt, hogy ha a nyugatnak tartozunk, akkor a nyugat bennünket zsarolni fog. És sokba került, de visszafizették. Ceausescut ezért kellett agyonlőni. Őt nem tömegvéletlen, azt engedték, megvédhették volna. Kádár János ezért meg nem lőtték agyon, tehát meg senkit se ebből a helyzetből. Tehát ez egy lényeges különbség volt. És persze más volt Vietnám, Kuba, ahol szintén a függetlenség és a szabadság együtt jár. Ugye Románia a trianoni következményeknek az egyik eleme. És én azt gondolom, hogy a baloldali emberek is nyugodtan mondhatják azt, hogy Trianon egy bűnös béke szerződés volt. Én magam is jártam a trianoni kastély, volt voltam, és hát ha nem is fakadtam sírva, de azért megálltam ott egy pillanatra, és mindig fájlalom, hogy nincs ott egy rendes emléktábla, ami arra emlékeztetne, hogy itt azért a magyar nép, a magyar nemzet sorsát megpecsételték, és ráadásul tisztességtel, becstelenül, nagyhatalmi erőszakkal. Na most, ugye sajnos a II. Világháborúban ugye Magyarország vezetése, Horthy Miklós nem értette meg azt, amit a románok megértettek, nem ugrott ki a háborúból, vagy időben nem ugrott ki. Ennek következtében Trianont megerősítették. Tehát maradt minden úgy, ahogy 1920-ban kialakult. Ugye Kádárban és társaiban, akik alapvetően internacionalista felfogóásúak voltak, élt az a gondolat, hogy hát majd a szocializmus megoldja, hiszen amikor nem az a kérdés, hogy magyar vagyok, francia, német vagy román, hanem az, hogy munkás vagyok vagy tőkés, akkor ezek a különbségek úgy, ha nem is tűnnek el, de elhalványulnak. Hát volt, amikor elhalványult, de valójában nem sikerült. Különösen akkor nem, amikor a román vezetés elkövette azt a hibát, hogy az 50-es évek gyakorlatával szakított, és ugye a belpolitikai problémáit úgy próbálta levezetni, hogy növelte a magyar ellenességet. Ez Ceausescu idején van. Tehát volt egy etnikai eleme a nemzeti kommunizmus. De a Kádár is hirdette a nemzeti kommunizmus. Mi volt a különbség? Mi volt ennek a definíciója a 80-as években? Kádár nem, ilyen értelemben nem használta ezt a szót. Ő a nemzeti sajátosságokat hirdette, és ugye, ha Hitler nem mondta volna azt, hogy nemzeti szocializmus, akkor nyugodtan mondhatnánk, de hát mivel összekeverte ezeket a fogalmakat, ezért mi nem vagyunk nemzeti szocialisták, de a nemzeti viszonyok között szeretnénk a szocializmust építeni. Kádár ezt azért hirdette, mert ugye az 50-es években, ugye, hogy mondjam, amikor elmentünk a Szabóhoz, akkor na milyen ruhát várjunk magunknak? Hát olyat láttunk, ami volt a Szovjetunióban, de mindenki olyan ruhát csinált magának, olyan társadalmat épített, amit a Szovjetunióban látott. Aztán rájöttünk arra, hogy hát azért van magyar ruha is, van nemzeti viselet, az emberek azt jobban szeretik, kényelmesebben érzik benne magunkat, csináljuk ezt. Ugye Kádár ezen az úton indult el. A románok még inkább, csak a románok ebben messze mentek, Kádár ilyen messze nem ment. Legmesszebb persze a kínaiak mentek el ebben, akik azt mondták, hogy az az út, amit itt a Szovjetunió járt, az nem járható. De a magyar-román konfliktusnak nem ez volt az alapja. Az alapja az volt, hogy ugye az Erdélyben élő 1,5 millió magyar sorsát nem tudta a Kádár rendszer igazából javítani, nem tudta Erdélyt visszaszerezni, és egyáltalán ugye semmit nem tudott csinálni. Ezért inkább hallgattak ezekről a problémákról. Ami hát aztán oda vezetett, hogy ez felerősítette a nacionalista hangulatokat. Magyarországon megjelentek a Pozsgaik, a Szűrösek is, mindenki más, a Magyar Demokrata Fórum, és elindult ez a nemzeti hangulatkeltés. Amit hát sajnos látunk, hogy sok mindenre nem vezetett, hiszen a 89 után hatalomra kerülő új uralkodó elit ugyanúgy nem tudta Erdélyt visszaszerezni, ugyanúgy nem tudta javítani a ott élő magyarok életét, mint az elődeik se tudták. Kihagytak nagy lehetőséget. Itt volt a balkáni háború, itt volt Románia belépése az EU-ba, itt volt a NATO csatlakozás, vagy egyáltalán itt voltak a rendszerváltások. Tehát nyugodtan mondhatta volna a magyar elit, hogy ha gyerekek, hát akkor kérünk valamit azért, hogy
támogassuk ugye Romániának a csatlakozását. Nem ez történt, most meg egy másik politika van. És akkor ugye manapság Magyarország nem a keleti blokkhoz tartozik, hanem az Európai Unióhoz. 2004-ben lépett be az Unióban Magyarország, 99-ben a NATO-ban. Szóval már eltelt majdnem 20 év. Mi a véleménye? Mi történt? Mit lehet levonni, és mi következik? Ugye először a NATO-ba léptünk be, és oda se engedtek be bennünket rögtön. Ugye Magyarországon a rendszerváltás 90-ben, de csak 9 év múlva engedték be Magyarországot. Ugye két dolog is történt ezt megelőzően. Ugye adtak 9 évet a magyar politikai elitnek, hogy takarítson ki itt mindenkit, akinek köze van a Szovjetunióhoz. Tisztikartát kellett cserélni, tábornokokat elbocsátani, új embereket odarakni, kiképezni egy új tisztikart, és akkor jöhettek. A másik, hogy ugye nem volt szükség Magyarországra. Hát minek? Hát, a Szovjetunió nincs, akkor meg minek? Igen, ám csak ugye Jugoszláviában nem tudták megoldani háború nélkül a rendszerváltást. És nem véletlen, hogy 99-ben belépünk tavasszal a NATO-ba, fölvesznek bennünket, és két hét múlva kezdődik. Akkor találkozott Milosevic. Az agresszió. Igen. Én április 6-án, jól emlékszem, háború kellős közepén mentem ki. Milosevic-sel találkoztunk. Hát egy pozitív eredményt azért elértünk, mert Milosevic odavitt, egy nagy térkép volt a falon, félrehúzta a függönyt, és mutatta azt, hogy nézze, a NATO meg Magyarország rászánja magát, hogy szárazföldi erőkkel lerohanja Jugoszláviát, akkor nagyon sok szerb katona fog itt meghalni a Vajdaság környékén. De azt mondja, nagyon sok magyar is. Nagyon sok magyar is. Most persze nem ezért nem indított a NATO szárazföldi hadjáratot, de biztos, hogy ennek is szerepe volt. És egy dolog, én büszke vagyok, utána Miloseviçtől elmentünk Újvidékre, lebombázott hidak, és az egyik még álló hídnál volt este egy nagy gyűlés. És akkor hát több tízezer ember előtt, ugye magyarul is, szerbül is elmondtam a beszédemet, és hogy Magyarországon se akar mindenki háborút. És én azt gondolom, hogy a magyar-szerb viszonynak ez egy fontos eleme volt, hogy tudták az emberek, hogy azért mi nem akarunk ellenük háborút folytatni. Mint ahogy ma se akarunk, természetesen. És az Európai Unió? Hogy mondjam? Az Európai Unióról mi a véleménye? Az Európai Unióhoz való csatlakozásunk az megint csak egy elkerülhetetlen lépés volt, hiszen az NATO katonai téren, az Európai Unió meg politikai, gazdaságilag pillére annak a rendszernek, ami ma Magyarországon van. Tehát egy piacgazdaságra és polgári demokrácia áttérő rendszer nem tud meglenni ezen külső pillérek nélkül. A kérdés az, hogy ezért ugye milyen árat fizetnek. Magyarország azt gondolom, hogy elég nagy árat fizetett érte. Nem rögtön ugye a tárgyalásokon, hanem már előtte, hiszen a magyar mezőgazdaságot tönkretették még az EU csatlakozás előtt. A magyar gépipart, a magyar Ikaruszt, a magyar feldolgozóipart ugye tönkrevágták, vagy megvásárolták még azt megelőzően. Ugye a törvények nagy részét már akkor átalakítottuk EU szabványokká, még mielőtt beléptünk volna. Tehát elkezdtünk úgy élni, mintha az Európai Unió tagjai lettünk volna. Ugye Orbán Viktor maga is elismertem ezt ma már, hogy Nyugat megvette a mi piacunkat. Tehát mi már adtunk nekik nagyon, nagyon, nagyon sokat. Ugye közben azonban eltelt sok esztendő, és ugye ez az európai, kelet-európai és benne a magyar kapitalizmus megerősödött. És ugye innen vannak a vitáink. A mai magyar politikai elit nem akar kilépni az EU-ból, ez nem igaz, ő benne akar maradni. Csak többet szeretne ugye kapni. És ugye van egy magyar dal, egy gyerekdal, ami mondja, hogy aki nem lép egyszerre, nem kap rétes testére. Ugye Orbánék valami olyasmit szeretnének, hogy akkor is kapjunk rétest, ha nem lépünk egyszerre, vagy legalábbis nem mindenben. Érem szépen, 8 milliárd eurót veszített már Magyarország amiatt,
hogy Oroszország ellen embargó van. A francnak kell ez az embargó, ugye? Miközben Oroszországot nem folytották meg, hiszen el vannak látva élelmiszerrel, de azt nem magyarok szállítják oda, hanem valaki más. Tehát nagyon sok olyan dolog van, ami negatívum. És végül is, hát ma szembesülünk azzal, hogy az EU nem csak gazdasági nyomást gyakorol Magyarországon, hanem azt szeretné, hogy úgy éljünk, mint ahogy ők élnek. Na most mi nem akarunk úgy élni, ahogy ők élnek. Nagyon szeretem Párizst, nagyon szeretem Berlint és nyugat-európai városokat, de ott más élet, más kultúra, más szokás. Engedjék meg, hogy ténylegesen úgy éljünk, ahogy mi élünk, de ezt nem akarják. Ugye a demokráciáról is lehet többféle fölfogását. Itt más volt a történelem, ezért ugyanúgy fölfogni a játékszabályokat nem lehet. Tehát én azt gondolom, hogy meg kellene őrizni a nemzetek önállóságát, a nemzetek kultúráját, nemzetek identitását, és az Európai Uniónak nem abba az irányba kellene menni, hogy egy ilyen nemzetek fölötti irányító szerv legyen, hanem a nemzetek szövetsége legyen. Türmer úr, köszönöm szépen, hogy válaszolta a kérdéseimre, egy öröm volt. Köszönöm. Köszönöm. Szépen.